álmó közös emléke, tehát Galántai Gyuri, Bújdosok és az enyém. Nem tudom biztosan, hogy otthon te, ez a nagyon kedves költőnő Dedinszky Erika, aki akkor Hollandiában élt. Tudom, hogy még egy utitársunk volt, egy üveg vörösbor, azt a Gyurinak hoztuk. Tudjuk, a következő történt, hogy Párizsban hallottuk magyar utazóktól és különböző barátoktól, hogy a Gyuri milyen jó dolgozik itt Magyarországon, megcsinálta ezt a bizonyos kápolnát, hol volt ez? Balatonbogláron, igen. Meg hát az e körül folyó cirkuszról is tudtunk, úgyhogy mikor itthon voltunk együtt, valamilyen oknál fogva, akkor elhatároztuk, hogy meglátogatjuk a Gyurit, vittünk neki egy üveg vörösbort, megtaláltuk a kápolnát, megtaláltuk Gyurit, aki nagyon kedvesen fogadott, és nagyon meghatódott, mikor kezébe nyomtuk az üveg vörösbort, hogy mi ilyesmire is gondoltunk, és hát elég sokat beszélgettünk, és nem maradtunk ott. Mindenki különbözőképpen emlékezik egy ilyen eseményre, de ilyen határozottan emlékszem, hogy nem maradtunk ott, mert nekem vissza kellett jönni Pestre, az én autómmal voltunk ott. Na, hát megismertük ezt a nyurga fiatalembert, akit már talán látásból ismertünk, vagy hallottunk róla, és mindjárt megnyert bennünket, hogy ez a régi szóval mondjam, a nyájasságával. Kedves ember a Galántai György, azzal együtt, hogy kitűnő művész, de hát most inkább arról mesélnék, hogy milyen szívesen fogadott bennünket. Megmutatta a kápolnát, mesélt az eseményekről, találkoztunk egy-két ember, aki ott lakott, mert ezt nyilvánvalóan elmondták sokan, hogy ott fönt a padláson, a templom padlásán berendeztek ilyen hálótermet, hálózsákokkal is. Néhány művész ott is aludt, akkor is volt a templomban egy szép kis kiállítás. Szóval nagyon kellemes élmény maradt, és így kezdődött a kapcsolat, a személyes kapcsolatunk tulajdonképpen. Azután egy másik emlékemet szeretném Gyurinak ajánlani, azt, amikor ő ezek szerint 1994-ben rendezett egy kis Erdély Miklós kolokviumot ott az Árpulban, és hát engem is kért, hogy amit csinálj, amit kedved van, mondd el egy emlékedet, csinálj valamit, és akkor én úgy döntöttem, hogy egy rövid performance-ot mutatok be, performance-ot, performance-nek is mondják, de szerintem ez már annyira gyökeret vert a magyar nyelven, a performance-nak lehet hívni. Mégpedig azzal a mottóval, hogy édes Erdély, itt vagyunk. Magam nem emlékezhet erre a valóban nacionalista és nyálas kis indulóra vagy énekre, de ezt mi direkt úgy provokatívra használtuk, és mikor édes Erdélyt mondtuk, akkor természetesen Erdély Miklósra gondoltunk. És hát saját szövegeim és Erdély Miklós szövegeinek felhasználásával csináltam egy vázlatot, egy vázat, ugye, mert hát egy igazi performance-ot azért nagyon ki kell dolgozni, hogy teljesen spontán legyen, ugye, és ezt szívesen csináltam, mert a hely jó volt, Gyuri kedves volt, és Erdély Miklós pedig nagyon szerettük. Talán tudja, hogy a Magyar Művek Alságdíjjal jutalmazta Erdély Miklós, kiadta első és egyetlen verses kötetét. És ugye ez motoszkált bennem, hogy mi most itt beszélünk egy nagy pesti lakásban Erdély Miklósról, és azok ott, akik az utcán sétálnak, fogalmuk sincs, hogy ki volt Erdély Miklós. Tehát például egy adott pillanatban én föltéptem az ablakot, és elkezdtem üvöltözni kifelé, hogy te drága Erdély Miklóson, megvolt ennek a szöveget, ugye? Hát csak annyi eredménye lett, hogy néhány járókerő fölemelte a fejét és nézte, hogy micsoda őrültség folyhat ebben az eseményi lakásban. Nagyon hangulatos, jó rendezvény volt ez is, mint a galántai házaspár sok legtöbb rendezvénye, és hát annak a helynek, ugye az Árpulnak ráadásul
természetesen a hangulata is van. Én sok ilyen modern művészeti centrumot ismerek Amerikától kezdve Hollandián át Németországig, és ahogy ezt már egyszer valahol meg is írtam, ez a legjobbak közé tartozik, az Árpúr a legjobbak közé tartozik. Oda szívesen küld az ember dokumentumot, videót, akár szövegeket, stb., mert tudja, hogy jó kezekbe kerül, és előbb-utóbb feldolgozzák, és akkor használható lesz, és mit tudom én, valaki doktori tézist ír, vagy ilyen szakdolgozatot, akkor az nyugodtan mehet oda. Én magam is már mentem adatokért az Árpúrba. Tehát... Vagy például a part videómunkáit is. Igen, tehát ott van a videómunkáim, ki néha kikölcsönz, amikor kell. Szóval az egy élő hely, mert a legtöbb ilyen gyűjtemény, vagy ilyen központ, az tulajdonképpen egy ilyen dokumentációs központ csak, és nincs bennük élet, az Árpúrban véleményem szerint élet van, és főleg mióta, nem tudom, megvan-e még az a pincehelység ott. Megvan, igen. Nem régen, mert ott is voltam egyszer Julival és Gyurival, amikor már meg nem mondanám, hogy mit ünnepeltek, akkor is, hogy évforduló volt, vagy... 30 éves az Árpúr, nem? 2009? Valami ilyesmi volt, és ott is elvörös borosgattunk, meg volt valami kis rácsálni való is. Szóval mindent összefogva, rokonszenves emberek, rokonszenves vállalkozása az Árpúr, ugyanakkor tudományos igényű gyűjtemény, gyűjtőhely, raktározási lehetőség, így is, és így tovább. És hát ez leginkább, hogy mondjam, Gyurinak köszönhető, bár itt nem akarok igazságtalan lenni, mert a Gyurinak és a Julinak köszönhető, mert ők olyan jól kiegészítik egymást, hogy ami talán nem volt meg a Gyuriba, az megvan a Juliba, és fordítva. Én minden esetre először a Gyurival ismerkedtem, meg aztán ismertem meg a Gyurit, akit szintén nagyon szeretek és becsülök, úgyhogy tudom, hogy az a megbecsülés ez kölcsönös, és ennek nagyon örülök. Nekem, mint avantgárd írónak, költőnek fontos az, hogy legyen olyan hely, és legyenek olyan emberek, akik szeretnek, mert ugye mindig van bennünk egy kis frusztráltság, hogy hát természetesen nincs egy avantgárd írónak, vagy egy avantgárd műnek, soha nincs akkora sikere, vagy legalábbis közönség sikere, mint egy Klapanciának, vagy egy 2571 egyszer megírt novellának. Ugye én ezeket a műfajokat már teljesen halott műfajoknak tekintem, nem is írok egy sort se, csak képverset, tanulmányt, ilyesmit, hangverset, és így tovább. És jó, ha tudjuk, hogy ezek a központok megvannak. Ezt még azt tenném hozzá, ezt már részben ugye erre utaltam, hogy az Árpúr tulajdonképpen egy nagy nemzetközi hálózatnak a része, gyakorlatilag is, de úgy eszmeileg is. Valahol Jézus azt mondta, hogy haza a magasban. Hát a mi hazánk, ez a modern művészet, az avantgárd, ez is ott valahol a magasban van, és az egyik bázisa ennek az Árpúr, és azzal fejezném be, hogy Isten éltesse a... Mennyi? 70 éves lett az Istenem. Isten éltesse a 70 éves Galátai Györgyet, és még legalább 20-30 évig csinálja ezt a nagyon fontos munkát.